Egy szem kocka cukor. Van, akinek erről mindössze annyi jut eszébe, kávéba való édesítő, azonban vannak, akiknek ennél sokkal többet. Hiszen elég lehet néhány szem kocka cukor, és már is az orvosnál köt ki az ember, főleg ha cukorbeteg. A városban is többen vannak, akik ebben a betegségben szenvednek. Évekkel ezelőtt azért alakult meg a Nagyatádi Cukorbetegek Egyesülete, hogy minél több diabétesben szenvedő betegnek tudjanak segítséget nyújtani. Dr. Bóta László alig egy éve segíti a klub működését. Korábban Csuka doktor, Csuka László kollégám vezette a klubot, aki hát Barcsra lekerülvén átadta nekem ezt a posztot. Meg kell, hogy mondjam, hogy én ezt egy nagyon fontos és hasznos dolognak tartom. Sajnos ez úgy van, hogy a fiatalabb betegek, akiknek Isten igazából itt kéne lenni, azok még nincsenek itt, majd ha már nagyobb bajba lesznek, akkor fognak ideérni. Úgyhogy a klubtagságunk az 65 fölötti zömében, gyakorló cukorbetegek, 22-en vannak. Minden hónap utolsó keddjén tartjuk ezt a kis összejövetelünket, ahol egy előadás, és utána pedig szabad témákról beszélgetés folyik. A rendezvényeken különféle témákban hallgathatnak előadásokat a tagok és az érdeklődők, akiknek sokszor jó tanácsokkal is szolgál dr. Bóta László, vagy a meghívott vendég. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy közvetlenül meg tudják kérdezni a problémájukat, bár kétségtelen, hogy a kezelésüket nem én végzem, de azért elő-elő jönnek olyan kérdések, amikről érdemes beszélni, például csak egyet mondjak, a cukorbeteg láb az egy önálló entitás, ez azt jelenti, hogy a cukorbetegnek a lába majdnem mindig beteg, és tartozik hozzá egy ilyen idegdegeneráció is, amely ennek a betegségnek a része, és fel kell hívni a figyelmet bizonyos dolgokra, legyen az a körönvágástól kezdve sok minden más, vagy egyéb gombás bőrbetegségek, vagy ízületi labilitás és instabilitás helyesebben, és sok minden. A helyi rendezvények mellett minden évben van diabéteses világnap, melyen a nagyatádi cukorbetegek is részt vesznek, s ez idén sem lesz másképp. Dr. Bóta László szerint a helyi szervezet egy különösen összetartó csapat. Én úgy látom, hogy jó összetartó csapat van, és ők klubéletet élnek. Az egyesület tagjai minden hónap utolsó szerdáján találkoznak, hogy tapasztalatot cseréljenek, és hogy meghallgassák, milyen módszerekkel előzhető meg a cukorbetegség, vagy ha már valaki diabéteses, megtudja, milyen praktikákkal tarthatja vércukorszintjét a megfelelő intervallumban.